És értékeljenek már végre. Már nem tudunk mit kitalálni. Szeretnénk nagyon nyelvi tortát. Tortát. Ajándékot. Ha esetleg. Bármivel lehet minket kenyerezni. Na, jó. Minden na. Hát, ha sikerült csúgni. Szóval szeretettel köszöntünk mindenkit az ez évi farsangunkon is. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan összegyűltetek ebbe a tornaterembe. Reméljük, hogy jól fogjuk magunkat érezni majd. Jelmezvárra gyűltünk össze, nyilván a jelmezesek már nagyon izgulnak, látom, sokan is vannak. A jelmezeseket minden évben értékeljük, úgyhogy szeretnék nektek bemutatni a zsűrit, akik ma ezt a munkát elvégzik. A zsűri tagjai Rajna Jánosné, tankerületünk vezetője. Berciné Bújdosó Hajnalka, tagintézmény vezető. Német Piroska kollégák. És egy régi tanítványunk, Halász István, és itt van Pisti, aki segíti a zsűri munkáját. De a zsűrinek úgy látjuk nagyon nehéz feladata van, hiszen a kategóriákban eredményt kell majd hirdetniük. Ezek a kategóriák a következő. Az alsósokat, felsősöket és a csoportokat külön értékeljük, és mindjárt elmondja a társam, hogy milyen kategóriákat találtunk ki. Legszebb kategória,
legmunkásabb kategória, és természetesen a legötletesebb kategóriában hirdetünk majd eredményt. Így van, és el kell mondanunk, hogy azért ez a mai délután nem sikerülhetett volna támogatóink nélkül, úgyhogy szeretnénk őket felsorolni, és ezúton is nagyon megköszönni, hogy segítették a rendezvénynek a sikeres lebonyolítását. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük dr. Pásztor Zoltánnak, Simonné Kovács Erikának, a Mini ABC-ben Fülöp Jánosnénak, Deri Antalnak, a Kuttei ZRT-nek, Nagykontus Kft-nek, Ábrahám Tamásnak, Lávlév Skopnak, Kontármes Kozmetikusnak, Mandala Optikának, a Lappennek Kft-nek, Szőlőszem Szórakoztató és Egészségparknak, a Mirlandó Kreatív Hobby Boltnak, Szekeres Szilárdnak, Urbán Zoltán Műszaki Kereskedésnének, Csepregini Ács Idának, a Proxy Boltnak, Deli Antalnak, Lipusz Péter és családjának, Potolnai Ilona Gold Ékszerből, a Meggi Virág Üzletnek, Galántai Rozáliának, a Hegedűs Hús Bétének, Molnár Dávid 4. A osztály, Pantó Mónikának, Lizó Pizzéria Ételvárnak, a 3. A osztály felajánlásának, 4. A osztály felajánlásának, Szatmári Lajosnak az Irka Papírboltból, Máté Máriának, a Füredi Kínai Áruháznak, Tiszafüredi Rendőrkapitányságnak, a Méz Divatnak, Tóth Krisztiánnak, a Királyfi és Társa BT Reménységgyógyszertárnak, Jámbor Andrásné Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Mindiák Szövetkezetnek, Pátria Patika, a Kupir Kft-nek, Pelikán Papír Írószer Irodatechnika, Hegedűs Rékának és Hegedűs Sándornak, Tiszafüred és Vidéke Takarék Szövetkezetnek, Gelencsér Gábornak, Urbán Zoltán Műszaki Kereskedésből, a City Gas Nagy József úrnak, Bekecsné Tajta Margit és családjának, a Dankot Pt-nek, Tisza Briga Boltnak, Bacsa Máté és családjának, Boros Zsolt vállalkozó Tiszarov, Szarvas János Díszhal és Díszállatkereskedésének, Tiszaigar Önkormányzatnak, a Café Hungári Kft-nek, Demeter László, Demo Bt-nek, Kis Anna Zsófiának és szüleinek, iskolánk osztályainak, szülői munkaközösségének, diák önkormányzatának és a nevelőtestületének köszönjük szépen. Nagyon köszönjük a segítségüket, hogy ilyen színvonalas lehet majd most a felsorolni. És akkor kezdjük meg a jelmezesek felvonulását. Először a kicsik, aztán majd a csoportosok következnek. Kérjük szépen először akkor az elsősöket. Kedves zsűri, egy gyönyörűséges, hát boszorkányt láthatunk, és a sorszáma az 59-es. Mondd el, hogy hívnak téged. Kovács Izabella. Gyönyörűséges vagy, minek öltöztél? Boszorkány. Jól láttam én, hogy egy boszorkány. Így van, én egy nagyon szép leánykát hozok, 35-ös sorszámmal. Fotóján. De te fordulj! A számodat látom, köszönöm, az ott van rajta, csak megmutattuk a zsűrinek, hogy hátulról is milyen csinos vagy. Jó, mondd el, minek öltöztél be? Sheriffnek. Sheriffnek, női egyenjogúság, éljen, és hogy hívnak? Sütősára. Sütősára, fordulj még egyet, jó? 35-ösre. Úgy bizony. Úgy látom, hogy van, aki varázsolja nekünk egy nagyon jó hangulatot. 60-as sorszámmal forduljál meg, hagyd lássál zsűri a gyönyörű szép ruhádat. Mondd el, hogy hívnak. Bőr Brando. És minek öltöztél? Varázsló. Varázsló, és jó hangulatot varázsolsz ide ma nekünk? Igen. Köszönjük. Rendfenntartó erők is megjelentek a színpadon. 36-os sorszámmal fordulj egyet. Fordulj meg, kezem van, fordulj. Úgy bizony, jó? No, minek öltöztél be? Rendőr. Hát rendőred, ez buta kérdés volt tőlem, és még mondd el a nevedet. Monyec Máté Noel. Nagyon ügyes voltál. Még egy perdülés, mint nagyon ügyes. Köszönjük. Nagyon félelmetes a következő jelmezesünk. A 37-es sorszámmal. Nagyon-nagyon félek tőle. Hogy hívnak téged? Cseszter Dávid Kisztó. Ó, és te minek költöztél? Csontváz. Csontváz. Gyere. Szerintem a következő jelmezes nagyon hosszú utat tett meg, hát legalábbis a francia Disney Parkból szökött el, vagy engedéllyel érkezett, nem tudom.
Na mondd csak, hogy minek öltöztél be. Mini Egér. Bizony, ő a Mini, az egyik kedvencünk. Hogy nézem, várj egy picit a sorszámodat. 15-ös sorszám, gyönyörű hosszú hajad eltakartak. És mutatkozz be nekünk. Limberger Laura. Limberger Laura. Fordulunk még egyet. Ügyes vagy. Azért tapsot szeretnénk kérni a jelmezeseknek, nem? Szuperhősből sincsen hiány, megvéd bennünket ma. Minek költöztél? Pókerben. És hogy hívnak téged? Jakab Levente. Ő meg fog védeni ma este bennünket mindentől. Forduljál a 66-os sorszámmal. Hát az erdő mélyéről érkezik a következő kis jelmezesünk. Megpróbálom a kezem alatt megforgatni. 34-es a sorszáma. Minek költöztél? Erdei Manó. Erdei Manó, de a füle is nagyon jó. És hogy hívnak téged? Tóth Laura. Tóth Laura, na fordulj csak még egyet. És ez az Erdei Manó, ez hol csücsül most? A gombán. Így van, egy nagy piros gombán. Fegyverből sincs hiány ma este. Mondd meg, hogy hívnak téged? Poliski Szabolcs. És minek költöztél? Katonának. Katonának, de védő katonának, ugye? Igen. Nem támad meg bennünket. Az ő sorszáma 84-es. 61-es sorszámmal érkezik a következő jelmezes, csak eltűnt valahol a száma. Nem tudom, hogy honnan szedte a havat, de majd megérdeklődjük. Fordulj a kezem alatt egyet? Fordulj, egy. Hop, így van. No, ugye bóembernek öltöztél, és hogy hívna? Csesznok Balázs. Csesznok Balázs, és ezt a havat, de ennyi havat hogy szedtél össze? Honnan? Odakintről. Ez buta kérdés volt. Honnan máshonnan? Odakintről. Így van. Jól van. Nincs sorszáma. 61-es. 61-es. A 65-ös sorszámmal egy kackiás bajuszú úriember következik. Mégpedig... Bekevoton Zsigmond. És mire költöztél? Kalóz. Sőt, még papagája is van. Tud beszélni a papagájod? Nem. Nem tud, de megtanítod? Vagy beszélsz te helyette? Nem. Minek is? De itt a párja, én nagyon úgy látom, hogy tengeri csata van, kibontakozóba fordul csak meg. 76-os sorszámmal érkezett hozzánk a következő jelmezes. Minek öltöztél és hogy hívnak? Kalóz és Haris is van kedve. Így van, a fordul csak meg még egyszer, csak nem látom rajtad a fegyverzetet, hol van? Elvesztetted a csatában? Elvesztetted. Kicsit még félszeg ez a kalóz, na majd megnő egyszer. A világ összes tájáról jönnek hozzám, mert te minek költöztél, mondd el. Bella Donát. Még egyszer nem értem. Donát. Bella Donátnak hívnak, és minek költöztél? Török császár. Török császárnak. A török császár személyesen tisztelt meg bennünket jelenlétével. Fordulj meg, hagyd lássák, milyen szép a bőbugyogod. 62-es sorszámon. 51-es sorszámmal egy szuperhős érkezett hozzánk, fordulj a kezem alatt. Ha emlékeztek rá, évekkel ezelőtt itt időnként Superman feltűnt nálunk, de ez biztos, hogy egy másik szuperhős. Minek költöztél be? Pókembernek. Pókembernek, és hogy hívnak? Dószos Sanyika. Sanyika, sok dolgod van mostanában a világban, sok embert kell megmenteni? Igen. Kiket legjobban? Lányokat, fiúkat? Mindenki. Mindenkit, ez a legjobb válasz. Na fordulj csak 51-essel. Kedvenc mese figuráim jönnek. És mondjátok meg, a nagy hókuszpókus kergetett benneteket? Nem kergetett benneteket? Te kinek öltöztél? Tölperősnek. Hú, megmutatod az izmaidat? Milyen erős van. Azt a mindenit! Rettegjen mindenki Törpelőstől. És te a legszebb? Törpilla. Törpilla a gyönyörűséges ruhájában. Ők pedig az 52-es sorszámúak. De Törpelős meg fogja védeni mindenkitől Törpillát. Abban biztosan lehetünk. Tetoválása is van, ha nem lát. Rendesen, de itt van. Én szeretném, ha a mi angyalkánk most jól megnézné ezt a kis tüneményt. Nem tudom, merre bújkálsz, angyalka, a 63-as sorszáma.
Á, ott vagy, na onnan aztán mindent látsz. Jól nézd már meg, így kellene kinézni. Figyeljél, figyeljél. Hogy hívnak? Róhoska Jászmin. Róhoska Jászmin, és megköltöztél? Angyal. Angyal, bizony. Angyalka, figyelsz? Na, jövőre tessék így kinézni, 63-as sorszámmal. Biztosan tudja már a következő jelmezes, hogy itt a színpadon milyen meleg van, és meg lehet izzadni. Hiszen minek költöztél te? Kóla. Kólának. És hogy hívnak? John Victoria. Egy leányzót akar ez a nőjelmez. Jó lenne már felbontani téged. És a 75-ös a sorszáma. Van egy kis gondom, de mindjárt jövünk. De sok lába van. Hát, júj! Júj, júj! Egy láb, két láb, három láb, négy láb, én hat láb. Megmondom őszintén, hogy ha szembe találkozok velük, gyertek el. Hát én úgy félek tőlük. Ha az, amire gondolok, aj, ott egy már, hát azt nem is láttam. 87-es sorszámmal ki tud beszélni? Mi vagyunk a sajtkukacok. Sajtkukac! Hegedűs Réka. Hegedűs Réka az egyik sajtkukac. Kocsi Szilvia. Itt a másik sajtkukac. Ó, hát van még egy. Tudesz-e Petra? Tudesz-e Petra? Na most még arra lennék kíváncsi, hogy a tanítónénik ehhez a sajtkukacsághoz mit szólnak, ha órán dolgozik. Na próbáljuk ezt, cukor. Lehet, hogy ebből a sajtból hiányzik a többi kukac. Lehet, de akkor lehet. Már sajt se lenne. Hát a tanítónéni azt mondaná, sajt se lenne. Na akkor arra szóljunk, gyerünk kukackák. Gyerünk. Egy nagy tapsot szerintem nekik. Hozott is egyszerű ez a sajtba. De lehet, hogy a következő jelmezesek tudnának segíteni a seprőjükkel. Én úgy látom, kiket tisztelhetünk? Trén Nóra. Ferenci Kéna. És ti vagytok? Boszorkány. Mind a ketten boszorkányok. És milyen típusú ez a seprő? Olyan, mint a Harry Potteré? Úgy lehet vele gyorsan is menni? Próbáltátok? Igen. Hát nagyon örülünk neki. 86-os sorszámmal és a 9-es sorszámmal. Lakodalom van a mi utcámban. Érkezik egy tünemény. 57-es sorszámmal. Mutatkozz be nekünk. Kis Adél. És minek költöztek? Mennyasszony. Mennyasszonynak már nekem most egy logikus kérdésem van. Hol a vőregényed? Még öltözik. Még öltözik. Kész. És ez így szokott lenni, pedig azt mondják, hogy a mennyasszonyra kell várni. Egy újabb félelmetes személy. Nagyon félelmetes, alig mertem megfogni a kezét. Még pókhálók is, meg mindenek lógnak rajta. Ki vagy te? Mani Viktor Gábor. És minek öltöztél? Csontváz! Aj, de még pók is mászik rajta. Ő pedig a 8-as sorszámon. Hát nem tudom, hogy a ki mennyire lakott jól esetleg kint a büfében. Egy kis főtétel 95-ös sorszámmal. Mutatkozz be nekünk. Kis Liliana Barbara. És minek öltöztél? Spagetti. Spagettinek. Szeretitek a spagettit? Nagyon jó! Nagyon jó! 95-ös. 18-as sorszámmal kit köszönhetünk? Márta Tamara. És te minek öltöztél? Boszorkánynak. És te hol hagytad a seprűdet? Vagy most van szervizben? Igen. Na, ismételten egy erős, bátor, 23-as sorszámmal fordulj csak körbe. Úgy bizony, és mutatkozz be nekünk, és mondd el, minek öltöztél. Szangrá és papbutó. Szangrá. Értem. Azaz nem értem. De biztos van, aki ezt érti. Ügyes. Minden korból jöttek hozzám. Nagyon messziről jöttél, én úgy látom. Melyik korból jöttél hozzám? Az őskorból? Igen. Mert minek költöztél? Ősember. És mondd meg, hogy hívnak? Újvári Zsombor. És ez a te vadász zsákmányod? Igen. Sikerült egyedül leterítened? Igen. Hát egy nagyon erős emberről van szó.
és az ő sorsám száma a 39-es. 96-ossal érkezik a következő emberünk. Valahol az előbb már elhagytad szerintem a társaidat, fordulj csak körbe, 96-os. Mutatkozz be nekünk. Fábián Gábor. És mire költöztél? Kalóz. Kalóznak öltözött. Mondd, sok embert öltél már meg azzal ott? Igen. Igen, muszáj volt, igaz? Győztes csatákat átéltél már? Igen. Igen, jó, nagyon szűk szavó a kalózunk, de 96-ossal itt van közöttünk. Egy pihe puha, nagyon puha, nagyon meleg szépség következik. Gábor Antónia. És mondd meg minek, miért volt ilyen puha? Báránynak öltözött. Az ős sorszáma a 25-ös. 24-es sorszámmal érkezik a következő emberünk. Darth Vader, és hogy hívnak? Az ott világít is? Működik a kardod? Nem érnem? Nem világít, nem működik, azt mondja, de azért csak tudsz vele harcolni. Egy-két harci mozdulatot mutatnak embere. Hogy? Engem meggyőztél, ez tény és való. 17-es sorszámmal következik. Következő szerencsehozó, mégpedig mire költöztél fel? Dobókocka. Reméljük, 6-os is van rajta. Valahol, valahol. Mondd meg, hogy hívnak? Terocki Márk. Nem gurítjuk, csak segítünk neki. 38-as sorszámmal egy csapat érkezik ide hozzánk. Kérem őket, hogy mutatkozzanak be. Pap Szabina. Szabó Panna Vigorka. Tékány Lili. Így van, és ha valakinek még nem teljesen világos, hogy minek is öltöztek ők, ők elmondják nekünk. Piroska. Varkas. És a Varkas, és a? Nagymama. És a nagymama, forduljatok már körbe egy kicsikét, 38-as a sorszámuk. Szerencse, hogy ez a farkas nem kívánta meg a bárányt. Ezt akartam megkérdezni, hogy a farkas mivel tömte tele a hasát, mert Piroska is itt van, meg a nagymama is. Igen. Mit reggeliztél ma? Fogolypecsenyét. Szerencséjük van a többieknek. Különben nem olyan vastag az a farkas, lehet, hogy még éhes. Lehet, majd csak enni fog. Egy újabb szuperhős, mégpedig mondd meg. Tini Ninja Teknőc. Tini Ninja Teknőc, és hogy hívnak? Szekeres Bence. Nem látnám. Forduljál, és a sorszáma a 44-es. Leesett a sorszámad, de a kezében van. 47-es sorszámmal ismét egy erdei ember érkezik. Mutatkozz be nekünk. Molnár Vilmos. És minek költöztél, hogy nehogy itt rosszat mondjak. Erdei Manó. Na erre végre eltalálom már a dolgokat. Na fordulj csak közben, 47-essel. Nagyon szép. Egy Marian Bohóc, várjál már egy kicsikét. Igen, várjál nekem már egy nagyon-nagyon nagy a csendok arra felé. Úgy gondolják, nincsen cukor nálunk. De van ám. Szeretnétek cukrot kapni? Akkor egy taps kellene körülbelül. Igen, ezt akartam éppen mondani. Mert azért a jelmezesek itt készülnek. Hetekig öltözködnek. És aztán még tapsot se kapnak, hát ez így nem lesz jó. Hát egyelőre ennyi, majd a taps méretéből látom, hogy mi lesz. Most már késő. Legközelebb oda, ahonnan a legtöbb tapsot halljuk. Talán a következő jelmezesnek. Következő jelmezes pedig minek öltözött? Darth Vader. Darth Vader, hogyha nem értettétek. És hogy hívtak téged? Pap Gábor Soma, a harmadik B-osztályból. Az ő száma pedig a 46-os. Na már sokkal jó. Ez a szektor nagyon jó. Akkor egy kis cukorkát talán megérdemelnek. Ne sokat, egy kicsit. Csak egy majd hangosabb tapsnál. Jó, 32-es sorszámmal érkezik a következő jelmezesünk. Hajjaj! Hát nem tudom, szeretnék-e veled találkozni a sötét sikátorban. Na mutatkozz! Ah!
Én megadom magam, de azért mutatkozz be még mielőtt bármi történik. Aroljáni Zsolt. És minek öltöztél be? Késes gyilkos. Rendőr! Hol vagy rendőr? Az előbb itt voltál? Na fordulj csak meg még egyszer. 32-es sorszámmal. Mindenkorból jöttek hozzám, tehát már az őskorból jöttek, és te pedig honnan jöttél? Minek költöttél? Lovakkorból jött hozzánk, hogy hívna? Tócsi Péter Sombor. Őneki a sorszáma pedig a 72-es. Én egy kicsit korábbról hozok egy újabb jelentkezőt, 45-ös sorszámmal. Fordulj már körbe, légy szíves így magadon, csak úgy óvatosan. Nagyon jó, és mutatkozz be. Kecskeméti Márton. És akkor áruld el, hogy minek öltöztél be? Ősember. Ősember. Tudsz egy ilyen bunga-bungát eltáncolni? Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Ügyes vagy. Köszönjük szépen 45-össel. A ma este legdivatosabb résztvevőjét mutatom be. Ő pedig a 19-es sorszámú. Mondd meg, hogy hívna. Varga. És te, minek költöztél? Divattervező. Mi jól vagyunk felöltözve? Mi a véleményed? Igen. Köszönjük szépen, egy divattervező véleménye az sokat számít. A legkisebbektől is legkisebb fellépőt hoztam. Ő még óvodás, de vendég mi nálunk. Fordulj csak körbe, mutatkozz be. Atajáni Lola. Így van, és meg tudod mondani már hány éves vagy? Öt. Kerek, öt. Meg tudod mutatni, hogy az mennyi? Annyi ügyes vagy, és minek öltöztél be? Koszorúslány. Koszorúslány. Na volt egy mennyasszony, majd megkeressük őt akkor. Ilyen kis kitérke után egy félelmetes alak, ismét egy félelmetes alak. Mondd el, minek öltöztél? Kaszás. Még egyszer? Kaszás. Kaszásnak. De nincs nálad a kaszád. Akkor nem is félünk már annyira. Hogy hívnak? Zsiga Gábor. Ő a kaszás, mégpedig a 20-as sorszámmal. Egyes sorszámmal érkezünk hozzám. Jelmezes, fordulj csak meg. Tudjátok, hogy ki ő? Süssű bizony, én is így gondolom. És kit rejt ez a nagyon jó kis jelmez? Mutatkozz be. Rész Hillatói. Nagyon-nagyon jó. Fordulj csak még egyszer körbe. Az egy fejünk itt van. Nagyon ügyes. Úgy látom, hiába jöttek a sok szuperhős. Mégis van, aki megmentse a mi életünket. Nagy Levente. Nagy Levente, és te minek öltöztél? Úszómester. Úszómesternek. Hiába úszunk itt a jókedvben, van, aki megmentse bennünket. Ez biztató, ez nagyon a jó. A 21-es ország. Uralkodik majd esetleg rajtunk, a hagyjuk. 11-es sorszáma, nagyon-nagyon elegáns ez az úriember. Ma mindig én találkozok az ilyen fegyveres testülettel, ezt tedd el inkább, légy szíves. Na, mutatkozz be! Szabó Levente. Szabó Levente, és hát látjuk azért, hogy mit rejt ez a jelmez, de azért mondd meg, hogy minek öltöztél. Szőke Herceg. Szőke Herceg! Szőke Herceg! Lányok! Parancsoljatok, itt a Szőke Herceg. Fordulj egyet. Egy újabb jelmezes. Mondd el, minek költöztél. Károly Lárnak. Károly Lárnak. És az ősorszáma a 12-es. Mondd meg, hogy hívnak. Hajdú Anna. Köszönöm szépen. Itt hozok egy szépet is, meg finomat is. Legalábbis. Finomat is. Hoppá. Finomat is. Nem is kell gondolkozzunk, fordulj csak körbe. Fordulj csak körbe, gyönyörű. Jó, de szép Lipton. 40-es a sorszámú. Mutatkozz be. Pásztor Fanni és Lipton Teafilter. Ő a Lipton Teafilter és a párja. Gárdorina Csésze. Világos. Így van. Ez így együtt kerek. Forduljatok még meg, lányok, egyszer, mert talán sikerült. Tudják, hogy már megszomjazunk. Télen nagyon jó ez a forró ital, bizony nyáron pedig külsőn inni. Na hát, hogyha kell az úszómester segíteni azzal a mentőládájával.
két nagyon erős embert látunk. Nagyon erősek. Hagyjásuk az izmaitokat. Ez igen, egy tapsot megérdemelnek. Nem játszanak egy meccset? Meccsre készültök? Jó formában vagytok? Szárkásítás, nem minden? Egy-két ütést hagylássunk már. Azért vérne folyjon, vérne folyjon. Hogy hívnak benneteket? Kocsis Ján! És ti vagytok boxolók, jól látok. Egyik legújabb film sztár érkezik ide. Gyere csak előrébb, hát ne bújtokoljunk el, fordulj csak meg. Ötös sorszámmal, most így néz, ide nézzük csak, minek öltözött ő. Nézzem, mit csinál. Asztal, most meg egy autó. Hova tűntél? Gyere vissza. Na, ez az. Ohó. Mutatkozz be nekünk. Van Adam. És hát ugye nem is kérdés, hogy minek öltöztél be, de azért mégiscsak mondd el. Transformers, fordulj csak körbe. Ez nyílik ám itt ez a dolog. Nagyon-nagyon ötletes, nagyon jó. Ötös sorszámmal. Na, a következő sorszámú jelmezesünk elég biztonságosan be van öltözve, úgy látom. Mire költöztél? Lábugadászgép pilót. Pilótának? És ejtőernyő, akkor neked nem is szükséges. Hogy hívnak? Gréci Márton. Gratulálok. De a fegyver akkor az mihez kell, ha pilóta vagy? Mert a messzi galaxisban harcolok. Messzi galaxis, akkor ez az így kell van, a fegyver. Ez így van. Én most a 26-os sorszámú jelmezesek kicsit bajban vagyok, de majd ő segít rajtunk, fordulj csak körbe. Mutatkozz be nekünk és mondd el, hogy minek költöztél be. Székely Noémi, táncos lány. Táncos lány. És egy-két táncmozdulat? Hát én is táncoltam itt az elején, bénáztam itt az elején egyet. Táncoltunk. Táncoltunk, persze. Táncos lány. 26-os. Újabb film hős. Ki vagy te? Rutkai György. És minek költöztél? Superman. Superman. Meg fog bennünket védeni mindentől. 30-as sorszámmal megint egy világot mentő hős érkezik. Fordulj csak. Remélem nálad más szúró-vágó eszköz nincsen. Na mutatkozz be. Mezei Pál. Pókember. Pókembernek. És tudsz olyan pókhálót így kilőni? Nem. Nem? Na most akkor szabadságon vagy, igaz? Így van. Jó. A sajtkukacaink nem ettek meg minden sajtot, mert egy darabkát csak hagytak belőle. Kinek hagytak egy darabkát? Dermei Zsófia. És te minek költöztél? Egér a sajt. Egér a sajtban. Akkor csak marad sajt. Sajtkukacok, hogyha szeretnétek. Az ősorszám... Nagyon jó. Nagyon-nagyon. 73-as. Hát és egy világszám érkezik közénk. Egy világszám, ugye biztos tudjátok miért gondolom. Fordulj csak, fordulj, de ne csak a fejeddel. 13-as sorszámmal érkezett hozzá. Nemes Botond, a Rubik kocka. A Rubik kocka, ugye ez méltán magyar találmány, nagyon ötletes. És Rubik kocka, te ki tudod rakni saját magadat? Nem, mert be vagyok akadva. Hát erre nem gondoltam. Igazad van. Egy lefátyolozott hölgyet hozok. Mondd, minek költöztél? Fekete özvegy. Aja. Fekete özvegy. Ilyen szomorú vagy. Mondd meg, hogy hívnak. Belegi Ázmin Ágnes. Nagyon sötét ruhát vett magára. 70-es sorszám. Hát én pontosan az ellentétét hozom. 31-essel. Hüdeg színfoltja a felvonulásnak 31-essel. Mutatkozz be nekünk. Csukás Viktória. Bell. Bell, a Disney hercegnők egyike, igaz? A szépség és a szörnyetekből? Jól mondom, nagyon csinos vagy. A lovacskát látom, de lehet, hogy tévedek. Mondd el, mondjátok el, minek költöztetek. Hópihé. Hópihének, és te? Lovasnak. Lovacskának, együtt léptek fel. Mondd el, hogy hívnak téged. Kisztégrének. És téged?
Nemes Millő. Nemes Millő, te ebben az iskolában jár? Nem. Még óvodás vagy? Igen. És te hány éves vagy? Öt. Ő is 5 éves. Nagyon szépen vagytok. A Hópehely 29-es, Villő pedig a 82-es sorszámmal jön. Én is, nézd milyen szép. Ki fogod mondani a mennyasszonyokat? Hát már ideje, mert tavaly állandóan a szörnyetegek voltak nálam. 33-as sorszámmal nagyon szép hölgy érkezett hozzá. Leher Liliana. Koszorús lány. Megint egy koszorús. Én mondtam, hogy itt lakodalom lesz, tehát hiába beszélek. Nagyon szép vagy. Én úgy látom, hogy elfogytak az egyéni. Jönnek még az egyéni. Hol vannak? Egyéni. Gyertek. Hirtelen nem is. Úristen, mi történt vele? Jézus Mária. Gyorsan, segítséget. Ő itt az előtt. Hol van a mentőláda? Segítséget kérünk. Mi történt veletek? Hát kémia órán tanultunk egy kísérletet, és kipróbáltuk. Kémia órán. Mind a ketten. Fájt, nagyon fájdalmas. Igen. De látom, még a szemed sem áll jól, tehát ez nagyon, nagyon kellemetlen lehet. Én szóval nem jutok. Hogy hívnak benneteket? Sebastian Szűcseszter. Hát egy kis kötszert azért lehetne rá. Igen, és kis a sminkesteseknek azt, hogy váltsátok meg, ez borzalmas lett. Szegények. Kémia óra. Borzalmas. Ezért kell csak felügyelet mellett. Jó, akkor így járt volna a kémia tanár is. Hát na ez az, most gondolod el, hogy ülünk be nyugodtan kémia órára. Na akkor egy kis tapsot szeretnénk. Hol tapsolnak a legtöbben? Úgy látjuk, elfogytak az egyéni jelmezesek. Így van.